Hello, hello, szia! Sok szeretettel köszöntelek a mai videóban. Csodálatos napot, bármikor is nézd ezt a videót. Na hát nagyon izgalmasan néz ki a helyzet, mert mind a Bitcoin, illetve az Ethereum is, illetve több altcoin is kitörés előtt áll. Az, hogy ez a kitörés, ez felfelé vagy lefelé fog megtörténni, ez itt a nagy kérdés. Értelemszerűen, hogyha Bitcoin lefelé tör, akkor ugye az altcoinok, amik fölfele törnének, ugye egy hamis kitörést fognak létrehozni. Nézzük meg, ugye sokan még lejjebb várják a Bitcoin, van, aki viszont már a mostani szintekről rallit feltételez. Én Denkler Miklós vagyok a CryptoMinds-tól, illetve a hamarosan induló CryptoMester platformtól, és ugye elhozzuk neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk az internet és a pénz evolúciójának a következő szintjéről, ami nem más ugye, mint a Bitcoin és a kriptovaluták, Web3 és mindenféle egyéb izgalmas dolog. Kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg a like gombot, ezzel segíted a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutassa a videót, ezáltal ugye minél többen szereznek tudomást a kriptóról, és ez mindannyiunknak jó. Nyom meg a feliratkozó gombot, és a harangocskánál az összeset, akkor mindig kapsz értesítést, amikor a videót töltünk fel. Köszönjük hálásan a lájkot, és jelenleg akkor menjünk és nézzünk körül a kedvenc buborékos és egyéb indikátorainknál, hogy mi is a helyzet. De ugye előtte a kötelező dolog, amit el kell, hogy mondjak, hogy amit itt a videóban, illetve a csatornáinkon, bárhol hallasz, olvasol, találsz információkat, azok nem pénzügyi vagy befektetési tanácsadás, ez kifejezetten edukálást és szórakoztatási célt szolgál. Hogyha hallasz egy adott kriptoeszközről, mindig tedd meg a saját kutatásod, hogy ez neked való és ismerd meg, illetve ne csak, hogy tedd meg a saját kutatásod, hanem legyen egy terved, hogy mit kívánsz csinálni a kriptoba. Nem mindegy, hogy hosszú távra kívánsz felhalmozni a főbb coinokból, vagy éppen rövid távú kereskedéseket hajtasz végre a kockázatkezelési szabályokat betartva, vagy éppen DeFi-ba mész farmolni, vagy nódokat üzemeltetsz, vagy éppen NFT-ket mintelsz, vagy NFT-kkel kereskedsz, úgyhogy rengeteg-rengeteg lehetőség van a kripton belül, még akkor is, hogyha jelenleg medve piacban vagyunk, és mindenki oda van. Szuper, menjük, nézzük, hogy mit mutatnak az indikátorok. Látjuk, hogy ugye Bitcoin, Ethereum az éppen, hogy picivel van pluszba, és látjuk azt, hogy a kriptofélelem és kamatsági indexünk 18-on van, ugye tegnap 19-en voltunk. Ez annyit jelent, ugye, hogy már május eleje óta a 10-es szint körül vagyunk. Jelenleg elhagytuk a 10-es szintet, de ez még mindig extrém félelmet jelent, szóval mindig extrém félelem dominálja a piacot. Ugye itt a buborékokra ránézve, ugye látjuk azt, hogy van pár altcoin, ami nagyon szépen megindult és kitörni látszik. Rune, Avalanche, Solana, bocsánat, nem Solana, hanem Sand, de egyébként a Solana is viszonylag jól nézett ki. Sand egész jól teljesít, még ugye Bitcoin, Ethereum erőt gyűjt. Egyébként ma publikálják a korábbi Fed meetinget, ugyanakkor mindig később publikálják, nem is tudom, rá egy hónappal, hogy akkor, amikor döntöttek a kamatról, akkor miket, milyen egyéb dolgokról beszéltek. Úgyhogy menjünk, nézzük az első mai hírünket, ami ugye arról szól, hogy a Bitcoin elér egy olyan szintet, ami potenciálisan ugródeszka lehet neki a 23 ezer dolláros szinthez, közben meg a DXY, ugye a dollár erősségi index, az kezdi a növekedésre kifulladni, illetve jelenleg korrigál. Jó. Ugye közel van a bálnák vásárlási szintje, ugye a különböző indikátorokból, ami ugye a bálnák mozgásait, hogy hol vásárolnak nagyobb volument követve, látszik az, hogy a bálnák itt a 19 ezer dolláros szint alatt itt folyamatosan beléptek és nagy-nagy volumeneket vásároltak föl. A Pierre nevű trader arról beszél itt, hogy ugye a D1, ez egy, ugye gondolom a napi csárton egy átlag indikátor, ugye amit ő
Azt lát, hogy elérjük a 20.500-at, akkor jó eséllyel a D1-hez visszakerülünk, illetve a D1-et tudjuk tesztelni. Ezt legutoljára 32.000 dollárnál tette meg a Bitcoin, azóta ugye jó messze voltunk ettől a D1-es indikátortól, most esélyes, hogy teszteljük. Közben Michael van den Poppe azt látogatja itt, hogyha törjük 20.300-at, akkor a következő szint 23.000 dollár lenne, és akkor jönne egy kis nyári rally, aminek ugye nagyon örülnénk, eközben ugye a dollár kis megáll levegőt venni, a DXY index elkezdett csökkenni, látjuk, hogy ugye itt a mai nap volt 106,8-on is majdnem, és ugye innen elkezdett lefele csorogni. Oké, nézzük a következő hírünket, ami a kedvencem Tim Draper, akivel annak idején többször is találkoztam személyesen, egy nagyon-nagyon jó kocka, figura, egy igazi vérbeli kockázati tőkebefektető, akinek a nagyapja is kockázati tőkebefektető volt. Ő ugye befektetett az összes nagy technológiai cégbe, Google-tól kezdve Facebook és mindenki egyébbe, és Bitcoint azt úgy vette, hogy amikor a Silk Road, ugye, ami egy ilyen fekete gazdaság működött, és Bitcoint használtak még ugye nagyon régen, ott ugye elkoboztak rengeteg bitcoint, és ő, Tim Draper volt, aki a licitben ezt megvásárolta, jól emlékszem, egy dolláros áron vett meg a 19 millió dollárért bitcoint, vagy nem, mert akkor 19 millió darabot vett volna meg. Mindegy, nagy összegért vett bitcoint, akkor lehet, hogy több dollárért vette, nem egy dollárért. Oké. Szóval viszont figyelmeztet az amerikai dollár kapcsán publikál egy figyelmeztetést, és ugye maga a Bitcoinban nagy mozgás jön, ez a másik. Amiről itt szól, hogy amikor a tömegek elkezdenek beérkezni a Bitcoinba, az nagyon-nagyon közel van már, és egyszerre fognak beérkezni. Nem az lesz, hogy úgy apránként, hanem úgy egyszerre és tömegesen fognak beérkezni, és az ételüket, a ruházkodásukat és mindent a bitcoinnal fognak megvásárolni, mert egyszerűen látni fogják, hogy sokkal egyszerűbb használni, mint a hagyományos fiat pénzeket, amik ugye egyébként szerinte nem jók, mert ugye politikailag vannak kényszerítve, és a bankrendszeren keresztül működik. Még ugye a bitcoinban nincs semmilyen plusz ilyen kitérő, és globálisan tud működni. Amit ugye mondja, hogy nagyon izgalmas idők jönnek, és a Bitcoin éretté válik. Leírja itt, hogy ugye igen, sokan ugye kiáltják azt, hogy 1929-hez hasonló válság jön, viszont a Bitcoin egy sokkal jobb technológiáit kínál, mint a korábbi pénzek. Ugye technológiáit is kínál, mint mondjuk az internet, meg ugye a pénzre is ad megoldást azzal, hogy nem lehet elinflálni, nem lehet higítani, és ugye előbb-utóbb mind digitális arany tud működni. Egyébként, hogyha az aranyjal visszanézünk, ugye szoktuk mondani, hogy 100 éve vettél egy autót egy kiló aranyból, és most is veszel egy jó autót, viszont hogyha visszanézünk akár több ezer évre, mondjuk akkor még nem voltak autók, de ha mondjuk azt nézném, hogy gabona, meg nem tudom, bor, vagy egyéb dolgok, akkor körülbelül ugyanazok az egyenértékek voltak, és az aranyból megvásárolható egyéb árucikkek, azok ugyanúgy nagyjából tartják azt a mennyiséget, és valójában ugye az, hogy az arany ára dollárban kifejezve mekkorát emelkedett az elmúlt nem tudom 30 évben, az azért van, mert a dollár értéke csökkent. És akkor gondold el, hogy a kis forintunk, vagy éppen a török líra, meg az egyéb még gyengébb valuták értéke mennyivel csökken. Azt mondja, hogy valójában el fogunk oda jutni, hova a pezó és a nigériai naira jutott el, hogy jóformán elértéktelenedik, és a dollárral is ez meg fog történni, és el fognak futni az emberek a dollártól, el fogják dobni magukat, és bitcoinba fognak beérkezni. Nagyon izgalmas idő fognak jönni, úgyhogy valójában a fogyasztók fognak nyerni a végén azzal, hogy a bitcoint használják. Persze a nagykormányok és a nagy akik ugye nagy bankrendszerek, nagy kormányok, stb. Idegesek, és nem tetszik ez nekik, viszont a kis kormányok azok szépen élnek a lehetőséggel, például El Salvador, például Mexikó, például Ukrajna, például többiek, akik ugye bitcoinnal foglalkoznak, Panama, stb.
A London Real, ami ugye egy nagyon frankó kis portál, nagyon jó cikkeket szokott csinálni. Jelenleg egyébként full kriptóban is rengeteg-rengeteg tartalmat csinálnak. Ők csináltak ezt a riportot Tim Draperre. Következő hírünk, a kriptoelemző azt mondja, hogy háromszorosa a Bitcoin háromszorozni fog, és itt van, hogy mi alapján mondja ezt. Nagyon érdekes megközelítésben nézi, mert valójában a Tesla árát fejezi ki Bitcoinban mérve, és ugye azt is mondja, hogy a Tesla valójában nem esett olyan sokat, mint más részvény, 1200 dollárnál van, egész jól tartja magát, és ugye maga a Bitcoinban kifejezett ára szerinte esni fog. Ez azt jelenti, hogy ugye akkor a Bitcoin ára emelkedik, és Tesla-é csökken, és ugye azt mondta itt nekünk, hogy a következő 6 kötője 12 hónapban a Tesla ára duplázódni fog szerinte, és a bitcoiné meg háromszoroznódni fog, szóval valójában a bitcoin felül fogja teljesíteni a Teslát. Ez az Invest Answers, úgy hívják, neki is nagyon jó videói vannak, és a Twitteren is érdemes követni. Na nézzük, hát megindult ma a, hogy mondjam, ugye ez már megindult egy ideje, az, hogy a különböző ilyen kölcsönt adók, platformok, illetve kriptobefektető platformok likviditása megingott. Ugye ez volt a Celsius-szal, a sok-sok likvidálás lehetetlen helyzetbe hozta őket. Ránézzünk mindjárt, hogy mi a helyzet, a Twitteren osztottam meg egy tweetet a Celsiusról, ekközben a Voyager viszont fizetésképtelen lett, és jelenleg dolgozik egy ilyen helyreállítási terven. Azt mondja, hogy valahol egy kötője 10 milliárd dollár között van neki, és hogy kb. 100 ezer ügyfele van. Érdekes, mert tegnap pont azt mondták, hogy nem is tudom, 1 milliárd fölött van, meg van 300 akárhány milliójuk a bankba, és hogy minden oké. Okay. Tegnap ezt mondták, hát ma úgy néz ki, hogy csődöt jelentettek, és reorganizálnak. Ugye ne felejtsük el, hogy a Free Arrow Capital rántotta magával a Voyager-t, és egyébként ugye az FTX tőzsde, aki például múltkor felvásárolta a BlockFi-t, ami egy hasonló platform, mint a Voyager meg a Celsius, a Twitteren láttam, hogy az arról beszéltek, persze nem tudom, hogy ez igaz-e, de azt gondolom, hogy igaz lehet, hogy valójában az FTX tartozik egy nagyobb összeggel, pár százmillió dollárral a Voyager-nek, miközben itt a Voyager meg fizetésképtelen lett, hát majd lehet, hogy jön az FTX, és akkor megmenti őt is. Igen, a Free Arrow Capital az durván 350 millió dollár, és 15 millió, 15 ezer darab bitcoin hitellel rántotta magával a Voyager-t. Ugye ez abból van egyébként, hogy ugye nagy a tőkátétel, sok a hitel a rendszerben, de ugye ez nem csak a kriptóra érvényes, hanem az egész részvénypiac, az egész gazdaságról odakin, és ez a hitel buborék ilyenkor elkezd leépülni, és hát ilyenkor ugye sokan vesztenek sok pénzt, mert ugye ez a hitelből épített, hogy mondjam, hát kártyavár, ez ilyenkor leenged, illetve összeomlik, majd persze újra fog épülni. Na hát a következő írunk nagyon érdekes, a Web3, az ugye jelenleg applikáció, decentralizált applikációk, amit ugye főleg Metamask-kal, meg Walletekkel használunk, de főleg laptopon keresztül, vagy asztali gépen keresztül tudjuk használni, ugye a böngészőkben is, ugye én is jelenleg böngészőben vagyok itt. Ugye Metamaskot is Ledgerrel, szigorúan Ledgerrel böngészőn keresztül használjuk. Viszont az igazi áttörést az fogja hozni, amikor mobiltelefonról tudunk Web3-os applikációkkal ügyködni. És ezen fejleszt egyébként a Solana, és fejleszt a Polygon is, szóval ezek kettő olyan projekt, amit érdemes, ugye a Solana egy Layer 1 protokoll, míg ugye a Polygon az Ethereumnak egy Layer 2 megoldása, mind a ketten az Web3-as mobil applikációkon dolgoznak, és van valami Nothing Phone, ami semmi telefon, ez lesz a neve, gondolom ez valami újfajta telefon, és Polygon technológia fog rajta futni, hogy a különböző applikációk, játékok, fizetési rendszerek minden frankon tudjon menni. Ez jó hír a Maticnek is, nagyon jó fundament, ugye fundamentálisan a Matic egy nagyon jó projekt, azon jó hír a Maticnek is, és egyébként a máshol volt hír, csak azt most már nem találtam meg, hogy a Solana is rengeteg ilyen fejlesztést
Végez. Na nézzük, a Shiba Inu, ugye páran kérdeztétek. Shiba Inunál úgy néz ki, hogy megy a mozgolódás, ugye múltkor elhagyta az alapítója, de ez igazából nem baj, mert a közösség ugye egész jó, meg egész jó fejlesztéseket hoztak már létre. A Coinbase userek 87%-a vásárolja Shiba Inut, és ugye harmadik helyre kerül a Coin Market Cap trending. A trending ugye azt jelenti, hogy ez, ami a leginkább keresett coinok a CoinMarketCap-en, a harmadik helyre kerül. Egyébként meg a Shiba bálnák előszeretettel égetnek el Shiba tokent, úgy ezzel vonják ki a circulating supply, azaz a forgalomban lévő kínálatból a Shiba coinokat, ugye ezzel próbálják az árát emelni. Ha majd nem felejtem el, akkor a TradingView ránézünk, hogy hogy néz ki a csártya. Közben Snoop Dogg benyújt egy NFT és Metaverse-zel kapcsolatos szerzőjogi applikációt, az azt jelenti, hogy valami NFT Metaverse projekten dolgozik, és itt ugye megjegyzik, hogy a Metaverse a sport celebek figyelmét is megragadta, és a Durant egy 26 NFT és Metaverse applikáción dolgozik, ugye ez egy, gondolom, ez egy fejlesztő cég. Ugye Snoop Doggról tudnunk kell azt, hogy ő már a koncerteket, meg mindent már a Metaverse-ben tart, és NFT-kkel lehet jegyeket venni, és ugye ő volt az, aki a Sandboxon az elsők között földet vett, és berendezte magának egy kis birodalmát, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy mi fog itt történni. Azt gondolom, hogy az NFT és a Metaverse világ fejlődni fog, és hiába most medvepiacban vagyunk, meg a metaverse-ös coinok is nagyon lementek, meg az NFT iránt sincs érdeklődés. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly kiteljesedés fog jönni, mert az internet ebben az irányban fejlődik tovább. Erről egyébként beszélünk majd a gratis webináron is, amire itt fel tudsz iratkozni a leírásban lévő linken, a corion.io, ez a link, mi történik a pénz világában, hogyan használd előnyödre. Itt lejjebb görgetsz, ugye látod, hogy itt beszélünk majd mindenről, egészen az aranytól a bitcoinig, miért van jelentőség a bitcoinnak a pénz evolúciójában, illetve beszélünk az internet evolúciójáról, a Web3-ról, az NFT-kről, a Metaverse-ökről, telepítünk kriptopénztárcát, tárolás, fogadás, küldés, biztonsági beállítás, ezt mind-mind megnézzük, feltétlenül e-mail címmel és a neveddel iratkozz fel, ez lehet akár becenév is, illetve iratkozz fel azokat a barátaidat, akit szeretnél behozni kriptoba, a webinár linkjét Zoom-on fogod megkapni. Oké, nézzünk tovább, hogy itt mi a helyzet még. Voyager megvolt, igen, Snoop Dogg megvolt. Na hát úgy néz ki, hogy a július a Cardano hónapja lehet, a Vasil upgrade sikeresen megtörtént a testneten. Ugye ez a Cardano blokkláncnak lesz egy nagyon komoly update, ez a Vasil hard fork. Ugye hard fork mindig az, amikor egy komolyabb fejlesztés van implementálva a blokkláncra, és ennek a tesztnetje már megtörtént. Ez egyébként azt, hogy hozhatja Cardano-nak, ami ugye mindig ilyen, inkább ilyen teoretikus projekt volt, hogy mindig majd jön valami, de aztán semmi, sok minden nem történt. Viszont ezzel tényleg úgy néz ki, hogy megnyílhat a DeFi, az NFT és a különböző egyéb tevékenységek a Cardano-n is sok-sok fejlesztés indulhat meg, és ugye a TVL, a teljes lekötött eszközérték is szépen növekhetett a Cardano-n, és ugye ez a Cardano árára is akár lehet pozitív hatással, hogyha ténylegesen elindul, és ez rendben működik. Közben a Circle USDC stablecoin jó úton halad, hogy lenyomja a Tethert, ami ugye jelenleg a legnagyobb stablecoin. Ugye a Tethernek a market cap-je jelenleg 66 milliárd dollárnál van, miközben az USDC-nek csak 10 milliárddal van lejjebb, a kettő közti arány 1,2, azaz ugye 1,2-szeres a Tether market cap-je az USDC-hez képest, ez már nincs olyan messze, úgyhogy akár hamar behozhatja. Ugye amit tudjuk, hogy az USDT az úgy annak idején létrejött, nem volt semmilyen formában szabályozva, sok bizonytalanság volt, hogy van-e mögötte valós dollár, bankszámlán nincs-e, eddig úgy nagyjából mindig megvolt a PEG-je, nagyon nem esett az USDT értéke le, úgyhogy
Látjuk, hogy itt 2017-ben volt, hogy lement 0,9-ig, szóval nem volt semmi jelentős nagy esés. Ugye most, amikor voltak a pánikok, amikor a Terra Luna rendszer összedőlt, meg az UST stablecoin összedőlt, akkor ugye itt az USDT-t is mindenféle pletykába hozták, de megmaradt a PEG, úgyhogy nem volt vele semmi baj. Míg ugye az USDC-n látjuk, hogy minimális kilengései voltak, 3 centes, és szépen tartja magát. Az USDC egyébként ugye Amerikából jött, és rendelkezik engedélyekkel, a Circle és a Coinbase közös cége, illetve a Circle, ami ugye a Coinbase is benne van, bocsátotta ki. Itt még ugye látjuk azt, hogy a Bitcoin market cap-je óriásit visszazuhan, az összes stablecoin market cap-je meg nem. Mit jelent ez nekünk? Azt, hogy az emberek a stablecoinból nem mentek vissza fiatba, hagyományos dollárba, meg euróba, meg stb. Hanem maradtak stablecoinba, és várják, hogy mikor vásároljanak be újra, és valószínűleg, hogy befognak. Hurrá! Akkor nézzük a következőért. A Circle-nek az ügyvezetője azt mondja, hogy az USDC stablecoin erősebb pozícióban van jelenleg, mint bármikor máskor. Ugye volt arról is pletyke egyébként, hogy akár az amerikai kormány átvehetné a mondhatást, hogy ez az USDC, hát akkor ebből csináljunk egy digitális dollárt, mint Kína megcsinálta a digitális renminbit, úgyhogy hát egyelőre itt még nem tartunk, viszont itt például van, hogy a Circle hogyan tud mindenféle egyéb hasonló rendszereket üzemeltetni, és azt gondolom, hogy érdemes az USDC-t követni. Én személy szerint bízok az USDT-ben is, nem pánikolok, mert nem szoktam ezzel pánikoltatni senkit, mindenki döntse el maga. Én azt gondolom, hogy mind a kettőt érdemes tartani, és USDC-ben is lehet jó farmokat és jó egyéb lehetőséget találni, ugye főleg az új induló protokollokon. Szuper, ha már itt vagyunk, akkor feltétlenül látogass el a Patreonra, megtalálod a linkjét a leírásba. Itt egyrészt tudod támogatni a csatornát, mint mondjuk Kalandor, ugye az, hogy csináljuk a napi videókat. Ha viszont szeretnél komolyabb contenthez, piaci kitekintésekhez, technikai elemzésekhez, trading setupokhoz, DeFi farmokhoz, altcoin elemzésekhez hozzájutni, és ugye a partnereinknél kedvezményt kapni, illetve a hosszabb tagság esetén majd NFT-ben részesülni, akkor feltétlenül a Pro Cryptominds Pro tagságban tudod ezt megtenni, és például a Carnegie Principal Mesterelme csoport hívásain is havonta egyszer részt vesznek a pro tagok. Egyébként most lesz csütörtökön, úgyhogy figyeld, ha már Patreonos vagy, mert küldjük ki, hogy hol lehet majd követni a Carnegie Principal hívását, de azon, hogy tegnap, vagy a mai nap, vagy tegnap, a mai nap kiküldött fundamentális, nem fundamentális elemzés, az múlt héten ment ki. A mai nap kiküldött piaci kitekintés és technikai elemzésben számos frankó trading setup van, és a múlt héten, elmúlt két hétben egész jó trading setupokat osztottunk meg, szép-szép profittal zárultak. Menjünk tovább, látogassunk el a Twitter, érdemes a Twitteren ott lenned, mert a kripto az itt zajlik. Sokan azt mondják, hogy akkor fogjuk megtalálni egyébként az alját a kriptoban, amikor már a Twitteren is mindenki full borús lesz, és már mindenki kardjába dől, nem csinál semmit. Most én azt gondolom, hogy így magamat ismerve akkor is fogunk videókat csinálni, hogy itt nulláig vérzik ki a piac, mert hiszek a piacba, és illetve nem a piacba, hanem a kriptoba, és hiszem azt, hogy ez az emberiségnek jót tesz, és újra el fog emelkedni erről a szintről, de itt zajlik minden a kriptó, úgyhogy érdemes beregisztrálnod, követni a Kukac Miklós Denklert, illetve hogy az egyéb partner projektjeinket is, mint például a Kukac Corion platformot. Itt megosztottunk az Ethereum 2.0-ról egy egész kis komoly threadet, ezt mindenképpen olvasd el, és látni fogod, hogy miért is érdemes a Ethereumot is tartani. Megéri lájkolni és megosztani ezeket. Hát Törökországban nagyon terjed a Bitcoin peer-to-peer, azaz a személytől személyig, hogy Bitcoinnal kereskednek, 40%-kal van fönn a kereskedési volumen, ugye árukat, szolgáltatásokat is kereskednek, miközben az infláció 78%-kal nő, úgyhogy persze, hogy Bitcoint használnak, ezt is megéri lájkolni és megosztani.
Hát a Binance kihirdette azt, hogy a Bitcoin kereskedésében nem lesz semmilyen kereskedési díj, szóval valójában díj nélkül lehet Bitcoint kereskedni, ez tök jó. Egyébként meg nekünk van egy olyan referál linkünk, amin ugye jelentős kedvezményt kapsz mondjuk akkor jelenleg az egyéb kriptokereskedésből a Binance-en, úgyhogy érdemes ezt a linket itt használnotok. Ezt is like. Michael Saylor azt mondja, hogy ugye egy etikus, technikailag, gazdaságilag megalapozott és ugye a fejlődő digitális gazdaságot támogató dolog a Bitcoin, és ugye maga Amerika felemelkedéséhez is hozzájárul. Itt ugye a különböző narratívákról írnak, hogy ugye most minden narratíva kvázi kihalt, és mindenki túl volt kockázatot vállalva, viszont a narratívák újra elindulnak, és a bálnák jönnek, és szépen beszippantják majd. Itt van egy poszt arról, hogy úgy néz ki, hogy akkor ez a tőzsde likviditási pánik, ami ugye a hétvégén volt, és a hétvégén ezzel próbálták a piacot ijeszgetni, ennek úgy néz ki, hogy jelenleg vége van. Persze az FTX tőzsde itt a kis 2 milliárd dollárjából nagyon szívesen szeretne kis tőzsdéket kisegíteni és kvázi bekebelezni őket nagyon-nagyon olcsón, amit ugye csinált most például a BlockFi-jal is. Szuper! Közben ugye Celsius Network itt vagy kifizetett egy újabb 40 milliárd, 40 millió dolláros hitelt, egy bitcoin hitelt, és ugye ezáltal az általa tartott bitcoin likvidáció szintje 2700 dollárra ment le. Ugye ez hát jó munkát végez a Alex Mashinsky, akit személy szerint én nagyon értékelek és szeretem a munkáját és az egész attitűdjét. LinkedIn-en meg egyéb fórumokon időnként szoktunk csetelni. És ugye azt gondolom, hogy ugye ez lehet, hogy azért van már, mert átveszik befektetők a Celsius-t és tisztítják le. Ugye valamelyik őtök ugye a Telegramon beposztolta, hogy lemondott az igazgatóság. Bárhogy is van, azt gondolom, hogy én nagyra értékelem az Alex Mashinsky munkáját, és az, hogy most visszafizette a hiteleket, ez mindenképpen jó hír. Laserpunk Guts fiókot is érdemes követni, Laserpunk alulvonal Guts, ugye ez az NFT launchpadünk, amivel jövünk ki, és hogyha te NFT-ben gondolkozol, akkor ez is nagyszerű lehetőséget fog hordozni neked. Ugye itt, ezt már lehet, hogy mondtam 2 napja ezt a hírt, nagyon izgalmas, hogy a bankoknak lehetőségük lesz a tartalékot, ugye a banki tartalék, ami elő van írva, hogy a jegybanknál kell tartaniuk, annak az 1%-át tartatják Bitcoinban is, ez egy nagy, remek hír. Szuper! Látogassunk el, akkor igen, még nézzük meg a Telegramot, ugye van egy Telegram csoportunk, Crypto Minds Hungary, feltétlenül érdemes ellátogatnod ide, ugye mostanában kevesebb beszélgetés van, ugye ez is a medvepiac része, de ez ilyen, semmi baj ezzel, azért hasznos infokat szoktunk itt megosztani, például ez a Bitcoin setup, hogy merre, hogyan, miként szeretne mozogni, illetve van egy izgalmas chart itt, hogy annak ellenére, hogy júniusban nagyon-nagyon gyenge volt az ármozgás, úgy néz ki, hogy a bálnák mégiscsak akkumulálgatnak, vásárolgatnak, és júniusban csúcs volt, 151 ezer darab bitcoint hívtak ki a tőzsdékről. Mi történt itt? Az ár leesett, a kis halak, a kis befektetők megijedtek, eladták a bitcoinokat, itt a tőzsdén fölvásárolták a nagyok, a nagy halak, egyértelműen látszik, hogy a nagy halak valetjeibe, akik ugye több 10 vagy több ezer bitcoint tartanak, oda vándoroltak ki ezek a bitcoinok, úgyhogy látjuk, hogy a tőzsdéről való kivándorlás az jelentős, ugye a nagyok felhalmoznak. Ugye amikor itt ez a nagy zöld van, akkor ugye meg kvázi beküldik a tőzsdére, hogy eladjanak, ilyenkor ugye beküldhet a kis befektető, nagy befektető is, valószínű, hogy itt a nagyobbak is azért eladogattak ebbe a nagy beküldésbe. Ez egy érdekes csárt. Hozni fogok hamarosan a Glassnode-tól több indikátort, lehet, hogy külön videót fogunk rá szentelni. Gyere a Telegram csatornába, hogy csatlakozz be, és itt érdemes a pinált üzeneket megnézni, gratis webinárnak ott a feliratkozó linkje, PLC Ultima, update, hogy a piacon mi a helyzet, Daxio, amiben ugye részt veszünk,
Ugye ez a két projekt, amiben így részt veszünk, a Daxi, ugye ez egy Metaverse, NFT, gaming platform, még ugye a PLC Ultima egy kripto projekt. Itt vannak a hasznos linkek, különböző tőzsdék, ahol kedvezményt kapsz, Ledger Nano rendelése, ahol ugye biztonságosan tudod a kriptoidat tárolni és kezelni, Revolut, VPN, amivel tudod védeni azt, hogy ne lássák, hogy mit csinálsz, és a hackerek ne találjanak, meg ezeket mind itt találod. Szuper, menjünk tovább, és nézzük akkor meg, hogy mi történik itt a csárton. Már Bitcoin még mindig a háromszögben van, ugye ez a háromszög az esetek 80%-ába abba az irányba tör ki, amerre a trend van. Jelenleg merre van a trend? Egyértelműen lefele van a trend, szóval jó eséllyel ez lefele törhet ez a trend. Ha 4 óráson megnézzük, akkor látjuk, hogy próbálja törni a trendet. Na, igen, itt a háromszögünk. Ha 4 óráson megnézzük, akkor látjuk, hogy próbálja törni a trendet. Tegnap már próbáltuk, visszajöttünk. Most viszont úgy néz ki, hogy ez talán volt a konfirmáció. Szóval elindult a konfirmált törés, úgyhogy részemre egy long pozícióban gondolkodok, amelynek a stop loss-át értem szerelni, egy lejjebbi szintben határoznánk meg. Ezt egyébként a Patreonon pontos számokkal egy konkrét videóban posztoltuk, amit most itt ugye nem fogok konkrétan elmondani, de itt jelenleg ezt figyeljük, hogy itt egy konfirmált törés legyen, és egy long pozíciót indítunk. Persze, ugye itt fönnállhat a veszély, hogy ez egy hamis kitörés, visszaszúr, és lefelé indul meg, értelemszerűen akkor short pozícióval mennénk tovább. Ugye itt volt több ellenállási szint, 18.600, aminek ugye lefele már nem nagyon van tér, zömében 14.000 dollár, 15.000 dollár az a szint, ahol megállhatunk a korábbi lokális 2019-es csúcsok. Bitcoin longok, Bitfinexen még mindig magas, ugye napi csárton nézzük, nem, egy picit csökkentek. Nem sokat, de csökkentek, aztán emelkedtek újra, de még mindig nagyon magas a korábbiakhoz képest, elképesztő magas még a Bitcoin long. Elképesztő 108 ezer darab Bitcoinnal vannak longba itt a Bitfinexen. Bitcoin shortok jönnek le, úgyhogy kevésbé shortolgatna most az emberek. Dominancia jön le, és betörte ezt a szintet, és jelenleg alatta van. Arra számítok, hogy az altcoinok erősödhetnek a bitcoinnal szembe, mivel a dominancia folyamatosan csorog le. Ethereum hasonló a szitu, kicsivel bullisabb, mert csinált magasabb pontokat, egy felfele beszűkülő háromszögben van. Ez jelenleg tartja, ez a trendvonal nagyon fontos az Ethereumnál, mindaddig, amíg tartja, addig vagy ugye a trendvonalnál veszünk, és ugye följebb eladunk, vagy ugye megvárjuk, hogy ebből a háromszögből kitörve legyen egy konfirmált törésünk, és akkor indítunk egy long pozíciót. Persze, ugye mivel lefele volt a trend, ez is törhet lefele, de ez egy felfele beszűkülő háromszög, ez sokkal inkább egy bullish minta, mint ugye a sima, szimmetrikus háromszög. Kértetek pár coint, most nem fogjuk mindent megnézni, mert nagyon sokat kértetek. Az XRP-ről az a véleményem, éppen ma láttam egy videót, ahol az XRP ügyvédje, aki ugye az SEC perben a fő dolgokat viszi, ugye nyilatkoztak itt a timeline-ról, ugye most megy a különböző meghallgatások, különböző felek meghallgatásai, mindenki elmondhatja az álláspontját, mert mindenki beidézheti az embereket. Egyébként az XRP jól csinálja, mert ugye rengeteg XRP tulajdonos bevontak ebbe a perbe, szóval nem az van, hogy az XRP cég perelget csak, hanem bevontak több ezer vagy akár tízezer XRP hodlert, illetve kérték azokat is, hogy csatlakozzanak a per közösséghez, akik csak simán kripto hívők, és azonosulnak ezzel az egész dolog, úgyhogy jelenleg rengetegen vannak. Ez mindenképpen azt gondolom egy nyomós ok ebben az egész témában. Egyébként a lényeg, amire itt kérdeztek, Csibu kérdezte ezt, hogy mi várható. Hát azt mondta az ügyvéd, hogy november
lenne várható, hogy legyen valami döntés, de akkor az amerikaiak már novemberben a pulykasütésen, meg a Thanksgiving-en jár az eszük, és már akkor van szó, hogy idén nem lesz erről döntés, úgyhogy csak jövőre. Egyébként ugye itt latolgatták, hogy valószínű, hogy azt fogják mondani, hogy annak idején lehet, hogy ez értékpapírnak minősült, de még nagyon felletvett volt ez az egész, és oké, most viszont már nem az, talán ez lett a legvalószínűbb dolog, és hogyha az XRP értékpapír lenne, akkor viszont minden értékpapír lenne, akkor lehet, hogy az Ethereumot is értékpapírnak minősítenék, és ne felejtsük, hogy múltkor Gary Gensler, az SEC elnöke, múlt héten azt mondta, hogy a Bitcoin, egyelőre, hogy a Bitcoint látja árupiaci eszköznek. Most nem mondta, hogy a többi az egyáltalán nem az, de hogy a Bitcoint látja. Szóval kicsit is mindent sejtető ez a dolog. Ha az XRP pernek vége lesz, akkor értelemszerűen a tőzsdék sokkal bátrabban visszalistázzák, és ugye sokkal több befektető beérkezhet, szóval biztos, hogy egy pumpban lesz része. Hogyha hiszel az XRP-ban, akkor azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy érdemes tartani, illetve ha leszúrunk, akkor XRP-t venni. Ha már itt vagyunk, nézzünk rá a csártyára, de most nagyon nem fogunk belemenni elemzésekbe. Eléggé lent vagyunk. Igen. Ez egy fontos szint neki, ez a 0,32-es szint. Ez. Jelenleg pont ott vagyunk. Ugye, hogyha ez újra támaszként funkcionál, akkor jó eséllyel mehetünk a következő szintekre, 0,41, illetve utána 0,53. Igen, hát a Fibóban jól lejöttünk. Oké. De ugye ez a felfele lehetőség nem csak az XRP-ban van benne, hanem másban is. De ugye az XRP-ban talán ezen bizonytalanság miatt ez még inkább rányomta a bélyegét. Jó, kérdeztétek még a BNB-t. Ugye a BNB azért fundamentálisan jóval erősebb coin. Egyrészt ugye a tőzsdén folyamatosan szükség van rá, a stékeléshez, a díjak fizetéséhez, stb. Úgyhogy a BNB-vel sokkal nagyobb bizodalmam van, mint akár egy-két másik Layer 1-es versenytársal kapcsolatban, és úgy néz ki, hogy ez a mostani szint, ahol felpattan, mondjuk ez a 212, ez egy fontos szint, és hogyha ez támaszszá válik, akkor jó, megindult. Egyébként egy dupla V-t vélek itt felfedezni, úgyhogy ahogy ezt a nyakvonalat törjük, 240 körül, 242 körül, akkor egy rövid long trade-ben gondolkodnék, 262-es célára, hosszú távra mindenképpen BNB párti vagyok, ugye CZ-vel én találkoztam 5 éve, most van a Binance 5 éve születésnap, ezért van az, hogy ugye ingyen lehet Bitcoint kereskedni díj nélkül. Egyébként, ha megnézed, akkor Szizi követi a Twitter fiókomat, úgyhogy te is kövesd. Oké. Azt gondolom, ez a 200-as szint, ez egy fontos szint. Szóval a 200-as szint fontos szint, 131 a másik fontos szint. Én azt gondolom, hogy itt bármilyen nagy zuhanás lesz, én nem látom azt, hogy 130-an miért menne be. Nem látom azt, még a többi coinnál el tudom képzelni, hogy ekkora zuhanáson végig mehet. Én azt gondolom, hogy a Binance jó esélye ez a 200-as szint felett marad most. Fölfele ugye meg a lehetőség az egy szimpla háromszorozás teljesen benne van a pakliba, hogyha visszatér a piac. Nézzük meg az adát. Ugye adában jön ez a Vasil Hard Fork, amiről beszéltünk, hát ada nagyon lent van, 0,46. Hát még lehetnek neki lejjebbi szintje is. 0,18, ez a 0,4-es zóna, 0,33-0,4-es zóna is. Viszont ez úgy néz ki, hogy horizontális ez a 0,45, ez eddig
eddig tartotta, szóval ez jelenleg egy támasza az adának. Értelemszerűen a következő szint először a 0,63, utána a 0,75, ahova vissza kéne másznia, amíg az nem történik meg, addig sok minden nem lesz. Egyébként a 0,75 lesz a keményebb dió, a 0,63 az lehet, hogy könnyebben meg lehet. Látjuk, hogy itt azért volt volumen ebben a damban, de itt már ez itt szépen megfogta, ez a 0,46-os szint. Ki fogunk egyébként jönni egy, ahol a pár layer egy coint elemezzük, hogy hosszú távra miért is jók, akár fundamentális szempontból. Még a dotra nézzünk rá egy kicsit technikai szemmel. 6,89. Ugye a dot az a layer egy coin, ami minden layer egy coin realizott tavaly, a dot nem. Hiába indultak el a parachain aukciók, a DOT nem realizott, és maga a fejlesztés release sem volt annyira sikeres, mert nem indultak meg rajta tömeges applikációk, DeFi használat, stb. NFT, meg minden, ami ugye meg szokott ilyenkor indulni, és viszont a DOT-nál zajlanak a fejlesztések, komolyan mennek a dolgok, szóval azon, hogy fundamentálisan nagyon fontos. Egyébként pont most egy olyan szinten vagyunk itt technikailag ezen a itt ezen a 6,88-as szinten, jelenleg ez támaszként szolgál neki, szóval a fölfele való lehetőség a dotban nagyon nagy. Szóval ebben simán benne van, hát hogyha most nem is kapás volt 10-szeres, de mondjuk egy simán egy 5-7-szeres benne van nagyon frankon, és hogyha ez elpattan, ez nagyon-nagyon lehet nyertese. Ugye ez az a coin, ami még nem ment lefele, még mondjuk egy 43%, hogyha ezeket a szinteket nézzük, hogyha még itt nagy földindulás lesz, akkor benne lehet. Jelenleg ugye, mint itt látod, be vannak rajzolva az ellenállások, a következő szint 10-es lenne, itt ugye jó lenne, ha legalább látnánk egy oldalazást, és a 10-es szintet meglátogatnánk, de előtt a 8-as szintet kell legyőznie, utána meg 13,6-nál vannak ellenállások. Jelenleg lefelé trendben vagyunk, még ezt nem törte meg. Mindenképpen el kéne rugaszkodnunk innen a támasztól, hogy valami mozgás legyen. Oké, ennyi volt így mára. Köszönöm, hogy megnyomtad a lájkot. Írd meg kérlek, hogy melyik a kedvenc altcoin a top mondjuk 20-ból, esetleg 50-ből, amire nézzünk rá. Amit a legtöbben kértek, arra fogunk ránézni. Nem ígérem, hogy mindegyikre rá tudunk nézni, de amit többen kértek, arra rá fogunk nézni, és lövünk ki majd egy layer egy videókkal is. Örülök, hogy itt voltál, köszönjük, hogy megnyomtad a lájkot, kövess minket, ugye gyere a Telegram csatornára, gyere bátran és kövess ugye a Twitteren, iratkozz fel a gratis webinárra, ahol ugye elképesztő hasznos infokat fogunk megosztani, és a kezdőknek meghozzuk a kedvét a kriptozáshoz, a haladóknak meg kicsit segítünk elmélyíteni és a maga a kapcsolódást megerősíteni, valamint várunk a Patreonon is, ahol ugye bővebb tartalomhoz tudsz jutni, illetve tudod támogatni a csatornákat a napi videókért. Köszönjük szépen, fantasztikus napot, további sikeres hetet, szia!